Pintér Sándor belügyminiszter és Papp Károly rendőrfőkapitány kezdeményezésére országosan hoznak létre járási közbiztonsági egyeztető fórumokat. Ezekre a megbeszélésekre meghívást kaptak a járási közélet, az oktatási intézmények, az egyházak, a polgárőrség, valamint a társ és civil szervezetek képviselői. Pest megyében dr. Mihály István rendőrdandár tábornok, a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője nyitotta meg a gödöllői, illetve aszódi fórumot is. Mindkét településen dr. Bozsó Zoltán rendőr dandártábornok, a gödöllői rendőrkapitányság vezetője tartott rövid előadást a járások közbiztonsági helyzetéről. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ez egy új helyzet, hogyha mondhatom, hiszen a járások nem olyan régen jöttek létre, és belügyminiszter úr utasításának teszünk eleget, amikor az új járásoknak megfelelően kialakított közbiztonsági egyeztető fórumot fogjuk megtartani. Ugye korábbi alkalmakkor már volt más elnevezéssel, de hasonló jellegű fórum. Ugye nevezték ezt már kistérségi egyeztető fórumoknak, volt, amikor úgy mondtuk, hogy közbiztonsági fórum, tehát több elnevezése volt ezeknek a megbeszéléseknek. Most ugye alkalmazkodunk a járások illetékességéhez. Ugye a gödöllői rendőrkapitányság egy sajátos helyzetben van, mert hogy a területünkön a 27 település az úgy néz ki járásilag, hogy van az aszódi járás, oda tartozik 11 település, van a gödöllői járás, oda tartozik 15, és akkor ugye kimaradt egy a 27. az pedig a Váci-Újfalu, aki a Váci járáshoz tartozik. Tehát egy ilyen érdekes, sajátos helyzetben vagyunk, hogy a 27 település, ami illetékességileg ugyan a rendőrkapitánysághoz tartozik, az három járás között osztik meg. Ugye a 27 településen közel 200 ezeren laknak a gödöllői kapitányság illetékességi területén, nagyon nagy terület, nagyon nagy lélekszámmal, és körülbelül 4500-5000 bűncselekmény van egy évben. Ugye korábbi években a jogszabályi változások még nem következtek be, akkor még úgynevezett járulékos bűncselekményekkel is kellett számolnunk, akkor 6000 fölötti bűncselekményi szám volt, ami megvalósult ezen a területen. Ugye 27 településből van 6 városunk, ettől is különleges egyébként ez a terület. Leginkább jellemző a 15 településen, ami ugye ehhez a járáshoz tartozik, továbbra is a vagyon elleni bűncselekményeknek a száma, ez körülbelül olyan 60-70% közötti, amit kitesz az össz bűncselekményekből. Jellemző a napközbeni, és ez inkább a városokra jellemző, napközbeni lakásbetörések, illetve besurranások elkövetése, ami szintén egy ilyen mondhatom tipikus erre a járási részre, amiről ugye itt beszélünk. Ezen kívül az éjszakai órákban ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy nyitva hagyjuk az erkély ajtókat, főleg amikor jönnek a melegebb idők, vagy nem zárjuk be a nyilvánzárókat, és így előfordulnak olyan bűncselekmények, amikor éjszaka bejönnek a lakásainkba is, vagy a házainkba is, elviszik a különböző kézzel fogható, gyorsan eltüntethető értékeket. A felderítési arányok száma emelkedést mutat, az idei évben 96 ügy került bírósági gyorsított eljárás alá, ami talán a nagyobb rendőri jelenlétnek is köszönhető, tette hozzá dr. Bozsó Zoltán. Jelen állapot szerint a bűnügyi helyzetünk az úgy néz ki, hogy drasztikusan csökkentek a bűncselekményeknek a számai, de hát erről nagyon sok polgármesterrel már külön is beszéltem, és elmondták, hogy a tavalyi hasonló időszakhoz képest jelentősen visszaestek a bűncselekmények. Van olyan település, ahol 30-40%-kal kevesebb bűncselekmény volt az elmúlt 4-5 hónapban, és azt is lehet tudni, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban ugye a belső szerkezeti struktúránkat is megváltoztattuk a kapitányságon belül is, illetve a rendőrösöknél is. Több helyen körzeti megbízotti szolgálatot állítottunk föl, vagy új rendőrösöt avattunk például, tehát egy új struktúrába is dolgozunk, illetve hát a körzeti megbízottak a létszáma az pedig megnövekedett. Ugyan van még üres státuszunk is, ami még nincs betöltve, de jelenleg folyamatban van. Néhány ilyen településünk van, és meg fogjuk találni a megfelelő kollégákat is. A fórum során a különböző települések és intézmények képviselői elmondták általános észrevételeiket, a megoldásra váró, a közrendet érintő problémákat.
A megbeszélést mindkét járási székhelyen sikeresnek értékelték a résztvevők, köszönetet mondtak a rendőrségnek az elért eredményekért. A Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője is pozitívnak értékelte mindkét járási központban az egyeztető fórumot. Én mindenképpen szeretném megköszönni a jelenlévőknek, először is, hogy eljöttek, másodszor pedig, hogy hozzászólásukkal, véleményükkel gazdagították ennek a összejövetelnek azt a kimondott célját, hogy közös összefogással, közös tevékenységgel tudunk mi ebben az országban olyan körülményeket teremteni közbiztonsági viszonyok vonatkozásában, hogy élhető és szívesen lakott és szívesen választott tartózkodási helyé váljon Magyarország, ebbe természetesen azokat is beleértjük, akik átmenetileg elveszítették a hazájukat, és valamilyen formában nekünk megoldást kell nekik nyújtani. Ezt csak azért mondom, mert erről az előbb itt beszéltünk. A most kialakult járási közbiztonsági egyeztető fórumra az év további részében is sor kerül majd.